Köszöntöm a magyar hangok nézőit és hallgatóit, a stúdióban pedig Szilágyi Pétert, a Nemzetpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárulat köszöntöm a stúdióban. És beszélni fogunk a nyugati magyarságról, a diaszpora programról és sok minden másról, de van egy friss hír, amit nem sokkal ezelőtt láttam, hiába a felmentés megkapta a katonai behívóját a hírtévé TV munkatársa, akinek a jövő héten orvosi alkalmasságira is kell mennie, Dunda György Ungvári tudósítónkról van szó. Engem eléggé meglepett és megrázott a hír, de a helyzetet azért eléggé pontosan jelzi, hogy mi is történik Ukrajnában. Helyettes államtitkár úr, nem tudom, tud-e bármit hozzáfűzni? És köszönöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást. Valóban mondhatjuk azt, hogy a helyzet nagyon rossz, de mondhatjuk azt, hogy egyre rosszabb, hiszen a sorozatos behívások, a sorozatos zaklatások, a sorozatos megfélemlítések mind azt mutatja az államhatalom, hogy fokozottan próbálja a kárpátai lakosságot is bevonni a háborúba, besorozni a <laughs> férfiakat, és szomorúan látjuk, hogy ez egyre intenzívebb, tehát olyan akciókat hajtanak végre, amelynek során egy piacot lezárnak, és minden férfit igazoltatnak, és akinek tudják, átadják a, behívót, vagy, vagy akár egy települést lezárnak, és átfésülnek minden ingatlant. Tehát egyre jobban, egyre célzottabban próbálják a férfiakat besorozni. Sajnálatlan halljuk, azt, hogy a magyar nemzetiségűek is kiszemeltje ennek a, ennek a sorozásnak, és várjuk az eredményeket a hétfői találkozótól, amelynek során ugye miniszter úr, Szijjártó Péter miniszter úr fog tárgyalni Kárpátalján, és várjuk, hogy, hogy ennek milyen eredménye lesz. Ugye, hát valóban sokan bizakodással tekintenek, tekintünk ez elé, hiszen itt azért az álláspontok úgy tűnik, hogy lényegében nem nagyon közeledtek a kárpátaljai magyarság ügyeiben semmiképp. Valóban igen, mondhatjuk azt, hogy az a nagy terület, ami a magyarságot érinti, különböző oktatási, nyelvi nemzetiségi jogok, mondhatjuk azt, hogy 2015 óta folyamatosan visszalépések történnek, az álláspontunk egyértelmű volt, hogyha a 2015-ös állapotot visszaállítják, akkor, akkor a számunkra elfogadható, de minden egyéb más nehezen, illetve nem lehet a kárpátai magyarságnak a korábban megszerzett jogai vagy az alapvető jogai nem lehetnek alkú alkupozíció, alkutárgya, úgyhogy mi szeretnénk, nagyon reménykedünk abban, hogy ezzel a, ezzel a hétfői találkozóval azért előrébb tudunk lépni, és amit mi tudunk itthonról, Magyarország kormánya, a Nemzetpolitikai Államtitkárság továbbra is minden segítséget megad, legyen az anyagi vagy egyéb más támogatás a kárpátai magyarság részére. Sokkal örömtelébb téma a nyugati diaszpora, a nyugati magyarság életével kapcsolatos fejlemény az, hogy a Körös csoma Sándor program déli féltekkére kírt pályázatok elbírálása után indulnak a sikeres nyertesek, és ön hát egy ilyen útra való eligazítást tartott nekik. Mit lehet tudni az indulókról? Így van, hogy ez a program 2013 óta tart. A Körösi Csama Sándor programnak a célja az, hogy a diaszporában működő magyar közösségek, amelyek valamelyik már több mint száz éves, segítség magyarországi kárpátmedencei vagy magyar állampolgársággal rendelkező fiatalok, akiknek speciális tudásuk van, legyen az néptánc, cserkészet, közösségszervezés, magyar nyelvtanítás, vagy éppen lelkészi tevékenység és a 2013 óta futó programban most utaznak ki azok az ösztöndíjasok majd, akik azon magyar közösségekhez mennek, amelyek a déli féltekén, a déli félteke országaiban találhatók. Itt érdemes elmondani, hogy most Dél-Amerikában, Brazíliába, Kolumbiába, Argentinába, Uruguayba és Csillébe fognak magyar ösztöndíjasok utazni. Paraguayból most nem érkezett be kérés, illetve Venezuelából sem érkezett be kérés a biztonsági helyzet tekintettel, illetve Ausztráliába és Új-Zélandra fognak sok kiutazni, összesen 25 fő. Ők mind-mind olyan magyar közösségekhez mennek, ahol aktívak a, a, helyi magyarok, és vagy hosszabb ideje, régebb óta, akár már több mint 100 éve közösségbe szerveződtek, vagy éppen egy-két éve hozták létre a hétvégi magyar iskolájukat. Most is nagy volt a merítés, hál' Istennek, tehát sokan jelentkeztek erre a 25 helyre, kétszeres vagy háromszoros volt a túljelentkezés, és mi alapvetően úgy válogattunk, hogy az ösztöndíjasoknak meglegyen az a speciális tudása, amit várnak egyrészt a szervezetek, meglegyen itt az a gyakorlatuk, amivel ki tudnak aztán menni ezekhez a közösségekhez, és kilenc hónapig tudják szolgálni az ott működő magyar szervezeteket, az ott működő, vagy ott dolgozó, ott élő magyar szülőket, az egész közösséget. Mi azt látjuk, hogy egyre népszerűbb ez a program, hiszen a déli féltek országaiból is jelentkeztek olyan szerzetek, amelyek korábban nem kaptak ösztöndíjast, vagy nem pályáztak ösztöndíjasra, és örülünk annak is, hogy a, azért az elmúlt 11 év alatt a kommunikáció már kiforrott a szervezetek és az államtitkárság között. Ne felejtsük el itt, több ezer kilométerről, vagy tízzer kilométerekről is beszélünk, hiszen Új-Zéland pont a a föld másik felén van, és oda is küldünk ki két ösztöndíjas, ott is van, vannak magyarok bőven, de Ausztrália minden nagyvárosába kerül ki ösztöndíjas, Brisbanebe, Melbournebe, Perthbe kerülnek ki ösztöndíjasaink, és a déli félteke országaiba, Dél-Amerikába pedig, Brazíliába három helyszínre, ö, Argentinába is három helyszínre kerülnek ki, Csillébe és Uruguayba pedig a fővárosba megy egy-egy ösztöndíjasunk. Ez például sok helyre mennek, akkor missziót teljesíteni az anyaországból a segítők, de mi a visszajelzés azért? Leginkább mi a legnépszerűbb azon segítségek közül, amelyeket hát ők ugye visznek magukkal, a tudásukkal? Ezt ne felejtsük el, ugye, hogy mi 15 millióan vagyunk a nagyvilágban, itthon, Anyaországban, Kárpát-medencében és a nagyvilágban, és egy világnemzetté váltunk a XXI. századra, hiszen mindenhol megtalálhatóak a magyar közösségeink, és hál' Istennek nagyon jók a visszajelzések, tehát azért is kérnek egyre több és több ösztöndíjast, azért kérnek speciális tudással ösztöndíjast, mert általában ezekben a közösségekben Eltérően mondjuk földrajz specifikusan, Dél-Amerikában leginkább néptáncosokat és magyar nyelvtanárokat kérnek, mert ott azért nagyon-nagyon messze van Dél-Amerika Magyarországtól, és főleg ott másod, harmad vagy generációsok élnek már, és nekik nagyon nehéz megtartani a magyar nyelvet. Ők leginkább a táncban, a kultúrában élik, ki, élik meg a magyarságukat. Ausztráliában cserkészeket, magyar nyelvtanárokat szoktunk leginkább küldeni, és van, ahol csupán egy közösség közösségszervezőt, vagy éppen egy olyan személyt kérnek, aki megszervezi a magyar közösség, a magyar szervezetnek a hétvégi programjait, de most Ausztráliában például kértek egy református lelkészt, aki körbejárja rendszeresen a, azokat a magyar nyelvű egyházi közösségeket, amik működnek innen. Ausztrália nagyvárosaiban. Akkor ez is gondolom, van, hogy példa. segítség az idősebb korosztálynak is, van. de a kisgyerekes családoknak is, akik szeretnék, hogy a gyermekük valamennyire kötődjön az anya nemzethez. Így van, jó hogy szerkeszt úr kiemelte, megy idős otthonba is, magyar idős otthonba is egy ösztöndíjasunk, aki ott is fog segíteni, és az elmúlt hát. években mindig is gyakorlat volt, hogy kértek onnan is segítséget. Egyfajta ellentétes irányú mozgás a másik hír a diaszpora program elindítása, ha jól fogalmazok, a miniszterelnökség a nemzetpolitikai államtitkárság a Rákóczi Szövetséggel közösen indítja el a diaszpora programot idén is, amelyre a program elemekre március 15-ig lehet jelentkezni. Erről mit lehet tudni, és mekkora az érdeklődés? Így van, 2018 óta működik ez a program a Rákóczi Szövetséggel karöltve. Régen megfogalmazták már a diaszporában működő magyar szervezetek, általában a diaszpora tanácsülésén, hogy szeretnének egy olyan lehetőséget, olyan táborozási lehetőséget, amelyben fiatalokat tudunk hazahozni, akik magyar identitásúak, magyar nemzetiségűek, magyar állampolgárságúak nyáron egy-egy táborba, hogy itthon érezzék a magyar kultúrát, helyben éljék meg a magyarságukat, és ennek eredményeképpen indult el a Rákhoz Szövetséggel együttműködve ez a táborozási program 2018-ban. A célunk az, hogy minden évben ezer fiatalt tudjunk hazahozni egy éven keresztül, és a Covid óta COVID előtt is és COVID után is működött és működik ez a program. Most 11 tematikus táborba várunk fiatalokat, összesen 1000 főt. A Rákos Szövetség oldalán lehet jelentkezni ezekbe a táborokba a külhomból, a diaszpórából. Itt van a középiskolásoknak tábor, van anyanyelvi tábor, van egyetemistáknak tábor. Jöhetnek már hétvégi iskolában dolgozó pedagógusok is ebbe a táborba. Itt 8-10 napot töltenek el a fiatalok, illetve a pedagógusok. Budapesten, a szövetségnek a sátorajói -a helyi táborában, illetve határon túl Kassa-Kassa környékére, a Rákóczi földjére látogatnak el igazából. A tavaly évben 630-an vettek részt ebben a, ebben a szervezésben. Reméljük, hogy ebben az évben visszaérünk a Covid előtti létszámhoz, mert akkor bőven ezer fő fölött érkeztek a fiatalok, és még annyit fontos elmondani, hogy március közepéig lehet jelentkezni, és a Rákóczi szövetségnek a honlapján azt érdemes felkeresni, ott lehet a programra jelentkezni a külhomból, a diaszporából. Igen, ez egy nagyon életszagú program, a kis videókat láttam, beszámolókat az elmúlt évek során, hogy hogyan is zajlottak ezek a táborok. Itt tényleg e, igazi e, olyan barátságok kötetnek, amelyek aztán egy életen át tartanak. Tehát ez nem csak egy egyszeri alkalom egy, egy ilyen tábor, gondolom a fiataloknak. Így van, kezdetben kimondottan csak diaszporából érkező gyerekek voltak egy, -egy táborban, de most már a szövetség úgy szervezi a rendezvényeit, a táborait, hogy vannak diaszporából érkezők, vannak anyaországiak, és vagy Kárpát-medencéből határon túljak, tehát találkoznak is egymással a gyerekek, nem csak az adott országból, aki mondjuk idejön Ausztráliából, ők vannak egy csoportban, hanem a szövetség a táborban szétszórja a gyerekeket különböző Egységekbe, és így tudnak egymással ismerkedni, barátkozni, és valóban vannak egészen speciális történetek. Amit már talán, talán korábban egyszer már említettem, hogy Kanadából vissza a táborba érkező fiatalok, akik amúgy székely származásúak, itt találkoztak a falu akik földről érkeztek ebbe a táborba fiatalok, és kiderült, hogy a felmenőik azok egy helyen, egy településen laktak. Szóval vannak egészen szép történetek, és vannak sokan, akik visszajárnak ebbe a táborba, mert nincsen limit, tehát aki egyszer már volt, annak nem mondjuk, hogy ne jöjjön többet, úgyhogy lehet többször is érkezni ebbe a táborba. És nagyon jó gyakorlat például az anyanyelvi tábor, akik azoknak, akik mondjuk hétvégiskolába járnak a diaszpórába, itt tudják gyakorolni a nyelvet is. Határtalanul középiskolai vetélkedő, ez is az államtitkársághoz kötődő program minden bizonyjal. Hát ez is gondolom, hogy egyfajta nemzetegyesítő eszköz. Valóban a, a program az már a kárpát -medencei, Kárpát-medencének, Kárpát-medencei fiatalságnak szóló program, hogy a Magyarországgyűlés, illetve a kormányzat 2010-ben határozott úgy, hogy elindítja a határtanuló kirándulásokat, aminek az a célja, hogy ne hagyja el úgy az állami alap vagy középfokú oktatást úgy egy fiatal, hogy ne menjen szervezett formában, ne tudjon szervezett formában határon túlra kirándulni. Ennek mentén indult el aztán a határtalanul programvetélkedő, amelyben anyaországi és határon túli magyar fiatalok játszhatnak különböző vetélkedő formájában, és lépegethetnek előre, és juthatnak el a főnyereményig, a, amely maga egy anyaországi táborozás szintjén, szinte, szintén egy egyhetes, tíznapos táborozás augusztus folyamán a vetélkedő győztesei az első tíz csapatnak a, a tagjai jöhetnek ide táborozni Magyarországra, Noszvajra, hogyha jól emlékszem, akkor ott volt a tábor, és egy ott is egy nagyon jó csapat alakul ki, hiszen ebben a vetélkedőben, ha jól emlékszem, több mint 150 ezeren kezdtek el játszani. Vagy a, vagy a vetélkedő során a, a, az összes fokozatban összesen 150 ezeren kapcsoltak be ebbe a játékba, tehát nagyon sok fiatalt megmozgat ez tehát a határt vetélkedő. Ez nagyon fontos a külhoni területeken, főleg ahol a, a magyar történelmet hát csak részben vagy egyáltalán nem oktatják, és ott tényleg akkor ez egy nagyon fajsúlyos történet, hogy akkor a pedagógusok ott kint mit tudnak átadni mindebből. Így van, én mindig külön meg is köszönöm a külhomból érkezőknek, a, akik részt vettek a vetélkedőn, és azt látom, hogy bennük van egy, egy nagyobb bizonyítási vágy, hogy igenis, ők is meg tudják mutatni, és ők is tudják azokat az eredményeket hozni, és ez mindig visszaköszön az első tíz helyzetben, mert mindig van, mindig van több határon túli ö, csapat, akik ott vannak a táborban. Idén is indulnak az arándokonatok a Csíksomjói búcsúba, megvannak vannak az útvonalak is, erről egy sajtótájékoztatón be is jelentették a részleteket. Az államtitkárság is gondolom, hogy készül az eseményre. Így van, egyrészt az államtitkárság mindig is nagy figyelmet szentelt a csíksomjói zarándoklatnak, a csíksomjói búcsúnak. Az elmúlt években tekintettel arra, hogy az államtitkárság kiemelten támogatja a lovas sportnak a, a lovas sportot magát. Az elmúlt években az államtitkárság vezetőjének szervezésében Potápi Államtitkár úr vezetésével elindult egy, egy zarándok program, egy lovas lovas-zarándok program a Bucsú előtt, és az elmúlt években azért többször is támogatta a Nemzetpolitikai Államtitkárság valamelyik zarándok vonatnak a felmatricázását. Több emlékévünk is volt. Volt, amikor Tamás Járont jelentettük meg a vonaton, volt, amikor Szent Lászlót jelentettük meg a vonaton éppen ahhoz, ahhoz kapcsolódóan, hogy milyen emlékévet tartott a Nemzetpolitikai Államtitkárság, de lovas programon azt gondolom, hogy az idén is lesz a lovas zarándoklat, majd meglátjuk, hogy az valamilyen emlékéhez kapcsolódóan megjelünk e valamelyik mozdonyon, vagy valamelyik vonat, vonaton. És hát természetesen március 15-e is közeleg. Gondolom, hogy a diászporában is számos rendezvény várható. Ennek is gondolom, hogy a koordinálása, a szervezése is már elkezdődött, javában tart. Így van. Vannak én ösztöndíjasaink már az északi féltekén a körösi programban 75-en a szorványban, a Kárpát-medencében a Petőfi programmal is kim majd 40-en, kiutaznak a déli feltéker és az ösztöndíjasaink, úgyhogy ezen közösségekben biztos, hogy fokozottan figyelnek arra, hogy a március 15 -e megfelelő módon meg, megszervezésre kerüljön a megemlékezések, a, a műsorok, de mi azt tapasztaljuk, hogy minden szervezet a diaszporában kárpát medencében kitesz magáért, hogy március 15-ére megfelelő módon emlékezzenek, méltóképpen emlékezzenek, és azt se felejtsük el, hogy minden évben miniszterelnök úr külön üzenetet szokott küldeni a külhonban élő magyarság számára is, amit nagyon sok helyen fel is olvasnak, illetve ki is tesznek, úgyhogy várjuk mi is a március 15 ei megemlékezéseket. És hát csak így utólag azért azt is megemlíthetjük, hogy a Magyar Kultúra Napja is ugyaner, ugyanígy, ugyanennek a jegyében zajlott világszerte számos megemlékezés volt Washingtontól egészen melbourne -ig. Így van, szívderítő volt azt látni, hogy akár a Facebookon is különféle a diaszporában működő magyar szervezeteknek a Facebook oldalait, hogy nagyon sok helyen megemlékeztek, ha nem is a 22-én, hanem azt megelőző hétvégén, vagy valamilyen formában biztos, hogy valamilyen program volt, vagy egy Facebook-bejegyzés. Úgyhogy örülünk annak, hogy ez is összefogja a nemzetet, éljünk bárhol a világon, mert tényleg mindenhol ott vagyunk, azt tapasztalható, hogy ha az ember körültekint a nagyvilágban, mindenhol vannak magyarjaink. Mozgalmas év elé nézünk. Szilágyi Péter, helyettes államtitkár úrnak köszönöm szépen, hogy elfogadta a magyar hangok meghívását. A magyar hangok nézőinek, hallgatóinak pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottak.